saját csapatomat még nem tudtam föltámasztani ez alatt az öt nap alatt. Úgy gondolom, hogy a hét sárgalap és a kiállítás az döntő mértékben befolyásolta a mérkőzést, mert onnantól kezdve a Fradi felvállalta azokat a párharcokat, amivel bizonyos dolgokra, faltokra rákényszerített bennünket. Én úgy érzem, hogy nem volt benne a játékba. Ez viszonylag kevés időt tudtam eltölteni még Zalaegerszegen ahhoz, hogy átformáljam a csapatot, de most ez jutott osztályhoz, és ezt csináljuk és vállaljuk teljes odaadásra. Ugye Zalaegerszegen körülbelül hasonló a feladat, mint a Ferencvárosnál volt, amikor ön ugye elment. Tehát más a feladat. Miben más? Egészen más a feladat. Az, hogy a Ferencvárossal odajutottunk, hogy volt 3-1-0-ás vereség, az egy, annak meg volt az oka, ami nem hiszem, hogy most már nekem kell tovább elemezni. Zalaegerszegen pedig megörököltem egy csapatot, amit meg kell ismernem, és föl kell támasztom, és meg is fogom tenni. Hogyan kell ezt csinálni? Nézze, akkor tudok majd objektív képet mondani, meg objektív képet felvázolni, hogyha teljes mélységében átlátom az egész történetet. Ez a három nap kevés volt, de dolgozunk rajta folyamatosan.